Tisztelettel üdvözlök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Talán az elmúlt időszak egyik legabszurdabb kormányzati híre, bár ebben a szempontból erős a verseny, amelyik szerint az Európai Beruházási Banktól vesz föl a kormány 50 milliárd forint hitelt oktatásfejlesztésre. Már önmagában ez nem abszurditás, de az igen, hogy ezt a pénzt többek között sportcsarnokokra, kézilabdacsarnokokra és uszodákra fordítja a kormány. A gigahitel felhasználásából teljesen világos, hogy a kormánynak még az oktatáson belül is csak a sportberuházásokon jár az esze, csak ez fontos. Miközben a magyar oktatások, a magyar iskoláknak alapvető problémái vannak, sorra kapjuk a híreket arról, hogy fűtés hiánya miatt, vagy a fűtés rossz minőségben nem tudnak elindulni az iskolák. Tudjuk, hogy az iskolák felszereltsége elavult, nem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközökkel, nem rendelkeznek megfelelő tárgyi feltételekkel egy sor intézményben, és a rengeteg oktatási intézmény szorulna a részleges vagy teljes felújításra annak érdekében, hogy lassan felzárkózzon a kor színvonalához. Arról már ne is beszéljünk, hogy az oktatási rendszer minden szintjén pedagógus hiány van, ennek, amelyik az órák megtartása, az oktatás minőségét veszélyezteti. Teljesen abszurd az a világkép, amelyik az oktatásban is csak azt a lehetőséget látja, hogy nyilván jó, drágább, baráti cégekkel lehet sportlétesítményeket építeni. A demokratikus koalíció szerint felháborító, hogy a kormány 50 milliárdos oktatási gigahitelből ismét a sportberuházásokat, a sportcsarnok építést folytatja, miközben egyébként minden más területen spórol az oktatáson. A DK szerint újabb sportcsarnokok helyett a pedagógus bérek emelésére... Szóval, hogy ott tartok, hogy újabb sportcsarnokok helyett a pedagógus bérek emelésére, az iskolák korszerűsítésére és új modern tananyagokra lenne szükség az oktatásban. A DK szerint nem fognak az iskolákban a jövő magyar orvosai, mérnökei és tanárai kikerülni, ha a kormánynak csak az a fontos, hogy sportcsarnok után épüljön. Szeretnék arra is emlékeztetni a kormányt, hogy a Gyurcsány kormány idején a Nemzeti Iskolafejlesztési Stratégia keretében 365 iskola felújítása indult meg országszerte. Ehhez képest a Fidesz még hitelt is csak sportcsarnokokra és sportlétesítményekre vesz föl. A kormány felelőtlensége miatt marad az országos tanárhiány, marad a korszerűtlen oktatási rendszer, és maradnak azok a hírek, amelyek fűtés nélkül maradt, beázó, vagy éppen a villanyvezetékek miatt életveszélyes oktatási intézményekről szólnak. A demokratikus koalíció szerint tehát újabb sportcsarnokok helyett a pedagógus bérek emelésére, az iskolák korszerűsítésére, új modern tananyagokra és oktatási eszközökre lenne szükség. Felháborító, hogy a kormány 50 milliárdos hitelt vesz föl csak azért, hogy újabb sportcsarnokokat, sportlétesítményeket építhessen.